A Demokrata Párt zentai községi szervezetének tisztúító közgyűlésén újra választották a szervezet korábbi elnökét, Zsíros Jankelics Anikót. A helyi szervezet elnök helyettesévé Sirková Anikót, a két alelnökévé Nagy Zoltánt és Predrag Popovicsot, a végrehajtó bizottság elnökévé pedig Raffai Lászlót választották. A Demokrata Párt zentai szervezetét hagyták el egyes tisztségviselők, akik úgy mérték fel, hogy más pártokba nagyobb jövő áll előttük, megtarthatják a funkciójukat, illetve esetleg nagyobb funkcióra távozhatnak. Ami viszont nagyobb probléma számunkra az, hogy egyes tagjaink, akik nem tisztségviselők, hanem egyszerű dolgozók, szintén meglettek fenyegetve, hogy jobb, hogyha kilépnek a Demokrata Pártból. A DP zentai szervezetének illetékesei azt ígérik, okulni fognak korábbi hibáikból, és megújulva vágnak neki a soron következő választásoknak. Azok a tagok, akik haszonból voltak velünk, már régen más pártokban politizálnak, újult erővel, új energiával fogunk beleindulni úgy a helyi, a tartományi, illetve egyszer majd a köztársasági választásokra is, hiszem azt, hogy a szavazó polgárok is felismerik a valódi értékeket. A Demokrata Párt a következő időszakban újabb tiltakozó nagygyűléseket szervez majd a hatalommal szemben, nem csak a régió, hanem az egész ország területén is.